Gyülcsei Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsorsra kit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szentbércére, általad nyert szép hazát, bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél, zászlónk gyakran plántál át vadtörök sáncára, s nyögte mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Arr, de bűneink miatt gyúlt harag kebledbe? S elsújtád villámit a dörgő fellegedben, most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy töröktől rabigát vállainkra vettünk? Hányszor zengett ajkai ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmaink győzedelmének, hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt? Magzatot Hamvedre, bújt az ültödött, s felé kard nyúlt barlangjában. Szertenézett femlelé honnyát a hazában, bércre ág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Várállott, most kőhalom. Kedves örömröpkedtek, halál, hörgés, siralom zajlik már helyettek, csak szabadság nem virul az holtak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánd meg, Isten, a magyar kis vészek hányának, nyújtsd feléje védőkart tengernél kinyának. Bal sors, akit régen tél, hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden hazáját szerető magyar, aki itt van, és aki majd az internetről vesz részt a mi gyászünnepségünkön. Így? Jó? Így. Innen most egy rendkívül tiszteletreméltó vállalkozás indul útra. Egy Trianon menet. Egész Párizsig elgyalogolva fogják hirdetni a mi igazságunkat. A Trianon menet üzenete igazságot a magyar népnek, a magyar nemzetnek, Magyarországnak. A trianoni nemzetközi bűncselekmény elleni harcunkban sajnos a magyar nemzetnek csak egy igaz szövetségese van. És ez az igazság. Mert bárhová nyúlunk, kiderül, hogy igazunk van. De ezt az igazságot érvényesíteni kell. A Trianon menetnek ezt a magyar igazságot kell hirdetnie. Ők a történelmi magyar igazság, az eltörölhetetlen magyar igazság zarándokai. Versailles-ig mindenkinek el kell útközben mondani, hogy az államok feletti hatalom, amelyről ma se szívesen beszélnek, de amely az igazi okozója volt Trianonnak, az ma Európa összes őshonos fejfajú népjeinek a trianonját kezdte el megvalósítani. Nem tervezte több mint 100 éve, de már elkezdte megvalósítani.
Ezért Versailles-ig mindenkinek el kell mondani, hogy először azt a gyalázatot, amit ma egész Európával akar elkövetni, azt először Magyarországgal szemben követte el. És sajnos még a magyarok között is kevesen tudják, hogy valójában egyedül a magyar nép, a magyar nemzet volt az, amellyel szemben ez az államok feletti önmagát letagadó hatalom, amely felvállalta a hazugság kultúráját, a kereszténység kultúrája helyett. Magyarországgal szemben egyedül nem tartotta be a történelmi elvet, nem tartotta be az etikai elvet, nem tartotta be az önrendelkezési elvet, hanem a tömény hazugságnak adott gátlástalan utat. Az utódállamok bűncselekménnyel jutottak a történelmi Magyarország területének kétharmadához, és a lakosság megkérdezése nélkül marha csordaként hajtották el az őshonos lakosságot az utódállamokba, ahol despotaként a fejükre ültek, és ma is minden alkalmat megragadnak, hogy megalázzák őket. Szégyeljék ezért azok a román testvéreik, akik még a pápa magyarok által készített mise ruhájáról is azt a három magyar szót eltávolították. Szégyeljék érte magukat! De szégyeljék azok a szlovák testvéreink is, akik egy közismerten magyar ellenes szlovákról, aki ráadásul jellemtelen is volt, neveznek el egy ős magyar várost, hogy megalázzák annak magyar lakóit. És ez is mutatja, hogy Trianon itt él velünk, mint egy elmebaj. Mert ha meghallják a magyar szót, szemükben pánik és a bitorló rossz lelkiismerete. Tudják, hogy bűncselekményt követtek el. Ezt soha nem fogadhatjuk el. Gondoljuk csak el. Nem tartottak sehol népszavazást. Sehol. Egyetlen helyen se. Mindent elkövettek ezek a nagy demokraták, hogy népszavazás ne legyen. Mert itt akkor kiderült volna, hogy talán még az erdélyi románok sem akartak volna a lényegesen alacsonyabb szintű, a társadalmi és történelmi fejlődés alacsonyabb szintjén lévő államhoz csatlakozni. Ehelyett csaló módon úgynevezett népgyűléseket hívtak össze, amelyek egyáltalán nem tekinthetők legitimnek. És a legnagyobb szégyen, hogy ez a pszichotikus, tehát az elmebaj egy fajtájában szenvedő utódállamoknak bizonyos társadalmi rétegei despotaként viselkedtek és viselkednek a mai napig. A magyarságot jelentős részben megfosztották ingatlanitól, iskoláitól, a magyar nyelv használatától, a közigazgatásban, a bíróságokon, az egyenjogú politikai képviselettől. És mit ér ez a nagy európai uniós demokrácia? Pofátlanabbak, mint valaha voltak. A pápa magyarok által készített miseruhájáról leszedik a három magyar szót. Hát nem szégyelik magukat? 90 év után, illetve 99 év után, mert jövőre lesz ugye a centenárium, nem az államhatálok kérdése a legfőbb, hanem hogyan lehet megakadályozni, hogy a trianoni
majd az azt megismétlő párizsi döntéssel elszakított országrészeken élő, elbitorolt magyar emberek megsemmisüljenek. Csak gondoljuk meg, hogy 1920 és 2019 között több mint 5 millió magyar tűnt el a Kárpát-medencében élő magyar népességből. Több mint 5 millió! Ez szinte akkora szám, mint a 6 millió holokauszt áldozat száma. Csak hogy ezekről egy árva szó sem esik. A holokausztot pedig szinte minden alkalommal elcsiratja. Pedig a magyar holokauszt is egy szörnyűséges nemzetközi bűncselekmény volt. Azok az áldozatkész honfitársai, akik fölvállalták, hogy elzarándokolt tiltakozásból elzarándokolnak Párizsig. Ők a trianoni menetnek a résztvevői, valójában az egész magyar nemzet képviselői. Nekik kell elvinni az üzenetet, hogy az elszakított magyarságot sújtó jogfosztások Erdélyben, a Kárpátalján, a délvidéken és a felvidéken, beleértve az elűzéseket, az elhurcolásokat, a kényszerasszimilációt, a magyar anyanyelvű lakosságnak, magyar testvéreinknek a jogi, vagyoni, nyelvi és kulturális kollektív jogainak a korlátozását. Hát ezt nem tűrhetjük tovább! Kész! Hiába ilyen a szeretettel való egymásra találás napja, de ez a gazemberség elleni fellépésnek is a napja, a bűncselekmény elleni harcnak is a napja. Nem lehet elmismásolni, hogy szeressük egymás gyerekek. Mit szeressünk azon a állandó despotikus megalázáson, amit ma is például az erdélyi magyaroknak el kell vinni. El kell szenvedni nap mint nap. A genetika tudománya már azt állítja, hogy a Kárpát-medencében az egykori történelmi Magyarországon ma már teljesen kevert fajú lakosság él, nincsenek ilyen-olyan külön néphez tartozó gének, hanem csak a közép-európai térségben élő népeket egybekötő közös génállomány van. Miért érdekes ez? Hát lehet, hogy ez igaz. Ebben az értelemben testvérileg, vérségileg testvérek vagyunk. Igen ám, de ez a nép, amelyik itt él, ennek van egy ősi magyar anyanyelve. Hiába tagadják le, hát a suméroknak az ősi nyelvéből még az ismert szavaknak a fele magyar, ma is érthető magyar, és a teljes nyelvtanú. Ez egy ősi nép, és a magyar nyelv nem csak nyelv, az egy gondolkodás. Pontosan a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar történelem tesz minket olyan különleges néppé, hogy ma már egész Európa tudja, hogy kik a magyarok. De nem elég, mert például azt nem tudják, hogy ha fizikailag megmaradhatott volna a magyar nép úgy, ahogy a természet engedte volna. Ugye Mátyás király idején több mint 4 millió magyar anyanyelvű ért a Kárpát-medencében. De az iszlám második hulláma idejött. És egyedül a magyaroknak köszönheti Európa, hogy akkor már nem vált egy középkorú, erőszakos olyan vallásnak az eszköze, amely nem ismeri a tudományt. Mert az iszlámmal, most amúgy nem akarok többet beszélni róla, de ha az iszlám
meghódítja már akkor? A második menetben, mert az első az, ugye az Martel Károly állította meg még 231-ben Poitiersnél. De ez a második hullámot mi magyarok állítottuk meg. És akkor, kérem szépen, ez a Magyarország, ha nincs ez a kivérzés, akkor 150 év múlva már 8 millió magyar élt volna. Ezt onnan lehet tudni, mert Mátyás királlyal egy időben Angliában 4 millió angol élt. Na ott nem volt iszlám hódítás. 150 év múlva már 8 millió élt. Nálunk meg alig 1 millió magyar anyanyelvű. És azok a népek, amelyek most, mint ősi európai népek tetszelegnek, nem állították a muszlimokat, fejet hajtottak, és ők maguk hirdetik, hogy a lehajtott fejet nem sújtja a kard. Így van. Ők fejet hajtottak, és lám, most mekkora az országuk. Kifliből zsömlele. Na jó. Tehát, amikor azt mondjuk, vesszen Trianon, akkor azt is mondjuk, hogy vesszen a ma folyamatban lévő európai Trianon is. A Trianon menet tagjai nem csak egy hatalmas fizikai teljesítményt vállaltak magukra, de legalább akkora felelősségük, hogy elvigyék azt az üzenetet, amely még megmentheti a végveszélybe került Európát. Magyar tehát a 21. században, 2019-ben az, aki vállalja ezt a küldetést, ami Európa védelmét, keresztény identitásának és kultúrájának a megőrzését jelenti. Ehhez pedig bizony szükség van a magyar nyelvre, a magyar kultúrára, arra a gondolkodásmódra és értékrendre, amit ez a kultúra hordoz, és szükség van arra a magyar történelemre, amely Európát a legkorszerűbb állammodellel, a Szent Korona államrendjével ajándékozta meg. Nem lehet elégszer elmondani, hogy nem magyarok. Cseh tudósok állapították meg, hogy nincs jobb állammodell Európában, mint amilyen állammodell a magyar Szent Korona államrendje volt. A trianoni tragédia 99. évfordulóján nem csak óhajtani, de követelni kell, hogy kapjon végre a meggyalázott magyar nemzet erkölcsi elégtételt azért a szörnyűségekért, amelyeket az államok feletti hatalom és szövetségesei, az utódállamok zúdítottak rá. Minimum erkölcsi elégtételt követelünk, minimum. De miből is áll ez? Hát első lépése, hogy hagyják abba a magyarság üldözését és gyalázását. Adják vissza egyetemeinket! Hagyják abba a magyar nyelv korlátozását és üldözését. Az utódállamok járuljanak végre hozzá ahhoz, hogy mitoszok, legendák, hamisítások és hazugságok helyett a valódi történelmet oktassák a Kárpát-medencéből élő egymásra utalt népek és nemzetek iskoláiban. Az erkölcsi elégtétel azt is jelenti, hogy véget neknek a nyelvi sovinizmusnak, és elfogadják, hogy a Kárpát-medencében élő minden népnek egyenlő nyelvi jogai vannak. Ne csak a magyaroknak kelljen megtanulniuk románul, szlovákul, ukránul, szerbül, de a velük együtt élő népek fiai és leányai, ahol együtt élnek, legalább ott tanuljanak magyarul, legalább
A konyha magyar, tanulják meg. A 100 éves centenáriumot azzal kell megünnepelni, hogy végre a hódítóként viselkedő utódállamok felhagynak despota magatartásukkal, és eleget tesznek annak a keresztényi kötelezettségüknek, hogy egyenjogúnak fogadják el a Kárpát-medencébe azokat is, akiknek magyar az anyanyelve. Nemzeti kormányunk sok jó kezdeményezést tett, és ezt csak üdvözölni tudjuk. A Kárpát-medence népei valóban bizonyos szempontból elindultak a nemzeti kiengesztelődés útján. Ezt el kell ismerni. Erősödött a magyar nemzet szétszakított részeinek is az egymásra találása, és újból nemzeti közösségi formálása. Ez azonban, tisztelt honfitársaink, nem elég, nem elég. Ha mire lenne szükség minimum? Mivel az egyetlen igazi szövetségesünk, amit már beszédem elején mondtam, a trianoni tömény hazugság legyőzésében az igazság kimondása és dokumentálása. Ezért szükség van az igazságot cáfolhatatlanul dokumentáló állami Trianon múzeum létrehozására. Miért nincs még állami Trianon múzeum? Miért nincs? De ez nem elég. Ma az informatikai forradalom és az internet világában a világ közvéleményt is tájékoztatni kell, és ez nem tűr halasztás. Szükség van egy digitális Trianon múzeumra is, angol nyelven és más világnyelveken, és az utódállamok nyelvein is. Akkor, amikor útnak indítjuk a Trianon menetet, hős társainknak, aki ezt vállalják, csak a Jóisten gazdag áldását kívánhatjuk. És arra kérjük őket, hogy ezeket, az elhangzott igényeinket is képviseljék, és ha tudják, útjukon, ahol megállnak, ezt mondják el mindenkinek, akivel csak kapcsolatot tudnak létesíteni. Azzal kell befejeznem, hogy vesszen Trianon, mert eljött az idő rá. Itt az ideje, hogy véget vessünk neki. És ezt csak úgy tudjuk elérni, ha igazságot szerzünk Magyarországnak, és igazságot szerzünk a valódi Európának, a keresztény Európának. Köszönöm. Reményik Sándor, gyűrűt készítetek. Egy gyűrűt készítetek feketét, acélból, dísztelent, keményet, és a dátumot belevéshetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől. Június 4, 1920. Én megállok egy sírkő dátumon, én nem megyek egy lépés sem tovább. Eszembe jutnak nyugat népei, a gőg, a hitszegés, a csalfaság, a társtalanság komor bélyege, a megalázott, széttépet hazán, Mohács, Majtény és Világos után, Nőj és Versailles és a Trianon, Párizst. De hitvány, döjfös emberbábert csak gyűlölni és megvetni tudom. A dalai a csipkés finomak,
mikért költünk vágyva könnyet ontott, s én visszavetem néki, mint a rongyot. Remete nemzet lesz a magyar nép, mintha a magányos szirten állana vezeklő oszlop tornyos tetején, s csak Isten elész véles bánata. Eszembe jut a kettétörött kart, és lobogóink tépet erdeje, és néma fagyott öblű kürtjeink, a némaságuk, mint hazengere. Eszembe jutnak elnyomóink itt, és árva testvéreink odakint, június 4, 1920, e dátum lázít, fenyeget és int. Egy gyűrűt készítetek, feketét, acélból, keményet, dísztelent, és a dátumot belevéshetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl, mindenestől. Kilencvenkilenc év. Még kimondani is sok. A szétszakítottságban. Én nagyon bízom abban, hogy az idő érik. Sőt, hogy az idő megérett. Adja a Jóisten, hogy ez az érési folyamat befejeződjön 2020. június 4-ig. Hogy Petőfi Sándorral mondhassuk, sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélküle nemes láng, amely úgy hevít. Láng van a szívemben. Égből eredt láng, fölforraló minden csepp vért. Minden szívütésem egy imádság a világ boldogságáért. Ó, vajha, nem csak üres beszéddel, de tettel mondhatnám el ezt. Legyen bár tettemér a díj egy új Golgotán, egy új kereszt. Meghalni az emberiség javáért. Mi boldog, milyen szép halál. Szebb s boldogítóbb egy hasztalan élet minden kémámorainál. Mondd, sors, ó, mondd ki, hogy így halok meg, így szentül, s én elkészítem saját kezemmel azon keresztfát, amelyre fölfeszítettem. Pest 1846. április 30. De bocsánat, hogy mondta Vörös Marti? Húzd, de mégse, hagyj békét a húrnak. Ha belegondolunk, szép verseket írt Petőfi, de nem biztos, hogy a királyokat okvetlenül föl kellett volna akasztani. Adjunk békét a hősi halottaknak. Vas Albert azt tanította, hogy hősi életet kell élnünk. Elég volt a vérontásban. A megmaradást kell megtanuljuk. A szülőföldön való megmaradást, az áldott anyaméhben való megmaradást a születés boldog pillanatáig, szeretve és tisztelve az életet vállaló szüleinket, hogy hosszú életet élhessünk a földön. Tanuljuk meg gyümölcsöző módon szeretni egymást. Legyünk erősek, bizakodók, rokonszenvesek, egymásban a rokont szenvedélyesen szeretők, mint akik egy vérből valók vagyunk.
és így lépésről lépésre szeressük vissza Magyarországot. Ismerik a Trianon Múzeum híres jelszavát, szeressük vissza Magyarországot. Még egy dolog jutott eszembe, ott, amikor a Szabadság téren beszéltem. Nem tudom, valaki megnézte úgy alaposan Bentholz tábornoknak a szobrát. Mi van Bentholz tábornok kezében? Furcsaság, ugye, mert pont a hátradugott kezében van valami érdekesség. Egy lovagló ostor. És tudják, hogy miért van az a háta mögé rejtve? Azért, mert amikor Bethlen István először akarta ezt a szobrot felállítatni ott a magyarok szabadság terén, itt Budapest fővárosban, akkor a román testvérek tiltakozásukat fejezték ki, valami rossz lelkiismeret folytán. Miért is? Mert hát ugye Bentholz tábornok volt az, aki a Nemzeti Múzeum lépcsőjén azzal a bizonyos lovagló ostorral megállította a Nemzeti Múzeumot kifosztani készülő román katonákat. Hát emlékezzünk csak erre. A lopott holmi ma is megvan. A földet nem lehet elvenni. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, szól ugye a székely himnuszban. Kár, hogy nem tevődik említés Felvidékről, Kárpátaljáról, nem tevődik említés Délvidékről, a Muravidékről és az Őrvidékről. A legnagyobb szemtelenség, ami megtörténhetett velünk, hogy az az Ausztria, akiért mi magyarok háborúba szálltunk, ugye, az a bizonyos trónörökös szarajevói meggyilkolása kapcsán. Szóval ez az Ausztria is tartotta a markát, amikor a nagyhatalmak szétosztották a Kárpát hazát. Szóval nem így írta Csanádi György egyébként, nem jajgatott ő a versében, és nem mondta, hogy ne hagyd elveszni. Azt mondta, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem. És látják, nem Isten hagyja el régi ország részeinket, hanem mi magunk. Mert nem tudtunk összeszorított foggal úgy élni már ott, ahogy Reményik Sándor írta. Itthon maradok én, károdva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugodalmas sarok, de itthon maradok. Leszek őrlő szú az idegen fában, leszek aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó rútféreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár hallófülekbe eseng, és lázít visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanócrész, ránk robbant vér, mely titkon úszik 10-100 évekig hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok. És
ugyan erre figyelmeztet bennünket Vas Albert is. Az ő szomorú életének nagy tanúsága Intelem című verse által. Fél világot is befuthatod. Más ember földjén testvér leszetelen leszel, s elfú a szél, akár az őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel. Te bús magyar, kit száműzött hazád, és idegen zsarnok lakja otthonod, bús sorsodért, ne vádold nemzeted, akit ma úgy tűnik, még az Isten is elhagyott. A látszat csal, Isten ma is a régi, te hagytad őt el, te és a többiek, s míg vissza nem zarándokoltok hozzá, s a múlt hibáit le nem tépitek, magyar földön nem lesz új Magyarország. Gaz és szemét nem terem nemzetet, s a gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz szeretet.